kerekecske gombocska, volt egyszer egy dombocska. Mondókákat gyakorolnak a Tolnai Ötvös utcába járó alsós kisdiákok. Az intézményben nem indult könnyen az idei tanév. Volt olyan tanár, aki nyugdíjba ment, vagy másik iskolába dolgozni, és pályaelhagyók is távoztak. Júliusra viszont már a legtöbb szakembert sikerült pótolni. Júliusra a tanítónéniket sikerült maradéktalanul helyettesíteni új kollégákkal, viszont a szakos ellátottság okozta a nagyobb kihívást, főleg matematikából, fizikából, testnevelésből, így az utolsó hétre sikerült mindenkinek kiosztani az órákat, tehát szerencsére el tudtuk jól indulni. A felvételkor épp kanálcsörgéstől, de leginkább gyerekzsivajtól hangosak újra a tolnai óvodák is. Az öt telephelyen működő intézményben idén összesen 16 csoportot indítottak, ez egyel kevesebb, mint tavaly. A tavalyi októberhez képest idén körülbelül 40 gyerekkel lesz kevesebb. Ez ugye adódik abból is, hogy kevesebb gyermek van Tolnán, illetve abból, hogy az idei évben nagyon sok olyan gyermek van, aki ilyen november után és márciusig tölti be a harmadik életévüket, és ezek a szülők nem biztos, hogy hozzák, mert azoknak a gyermekeknek majd csak 24 szeptemberétől lesz kötelező az óvoda. Tolnán tehát rendben elkezdődött a 2023-24-es tanév. Az óvodákba és az általános iskolákba több száz gyereket irattak be.